Na, üdvözlök mindenkit, Kadecsik József vagyok. Gyönyörű szép napunk van, az igazság, hogy szerintem jövőre a szervezőknek valami jó kis sörkertbe kéne szervezni a konferenciát. Sörpultok mellett és kényelmes székekkel. Most idén bent leszünk, de jövőre szerintem ezt meg kéne fontolni. Levelezés és DNS. Még egy megjegyzés előtte, hogyha majd lecsúszik a kezem és leosztulhatok, hogy valaki jelezze, hogy nem tartom elég magasnál és nem hallatszik jól hátul, oké? Mert ez időnként elő szokott nálam fordulni. Tehát levelezés és DNS, elvileg mi nap mint nap használjuk mind a kettőt, elvileg mindenki profi és keményen tudja, hogyan is mind működik az egész, de azt hiszem, hogy néha érdemes kicsikét hátralépnünk két lépést és kicsit bizonyos szemszögből, távolságból nézni az egész, hogy is mind van az egész, hogyan működik, hogyan függnek össze. Mind múlik az, hogy az egész igazából működik, az internet még mindig működik, annak ellenére, hogy elég sok mindent tettünk azért, hogy nem működjék. Kicsit fókuszáljunk arra, hogy mégis a sok minden lehetőség közül miről lesz most szó. Csak levél kézbesítés és nem pedig levél olvasás. Azt abszolút nem fogom figyelme venni. És ezen kívül még spamszűrés, levélhitesítés, hangosítás, titkosítás. Amikor levélkezelő szerverről szó, akkor Postfixot fogom megemlíteni, mert ahhoz értek. Tudom, van Exim, meg van SendMail, más nincsen. De azokat kevésbé ismerem, tehát ott szeretném mondani, amit igazából amit tudok és használok szívesen. A másik kérdés az, hogy miért? Mert végül is ott a Gmail, tehát miért nem megy mindenki a Gmailre és a Gmailen keresztül intézi a nevelezését? Ez egy lehetséges opció, tehát tudok olyan szájtokat, ahol komolyan megfontolták azt, hogy ők most megszüntetik a belső vezetést, akkor kimennek a Gmailre, mert az mennyire egyszerű és milyen szép érzés. Hát én legalább két indokot tudok, hogy ez miért nem járható. Lehet, hogy valaki nem akar kimenni a Gmailre, mert vannak fenntartásai a rendszerrel szemben. Nem olyan fenntartásai, hogy netán összeomlik és elvesznek az adatai, hanem netán, mert jobban keresnek benne, mint ő maga keresne benne. És akkor furcsa találatok vannak időnként, reklámok, amikor ő valahol megjelenik, akkor nagyon jól célzott reklámok jelennek meg az oldalon, ahol akkor meglátogat, és talán ezt nem szereti, mondjuk. Vagy nem mindenki levelezhet a Gmailen keresztül, mert mondjuk a belső levezésen olyan információk vannak, amik nem hagyhatják el a intézmény területét és infrastruktúráját, azért, mert mondjuk bizalmas információk szerepelnek benne. Ez emek, de azért feltenném a kérdést, aki ilyen rendszert üzemeltet, hogy ezt önt ki is tudja kényszeríteni minden kollégánál, hogy a levezése ne hagyja el a belső infrastruktúrát. Egy jó helyen elhelyezett forward vagy egy szív bejegyzéssel, az a belső levezés már is nem annyira belső, nem netán egy külső hoston landol valahol. Időnként meglepő, milyen forwardok vannak még nálunk is. Ez akkor derül ki meg egy kollégának a levezése, mint a helyen, mert mondjuk van egy Mail Gateway, onnan elmegy a levél egy belső leszerre, elmegy egy még obszkúrusabb belsőre, és onnan elküldi a Gmailre, és akkor egy csomó hoppot megjár, és akkor még belső gép meghal, és akkor csodálkozunk a leveleket, és miért nem kapom meg a leveleimet? Hát igen, néhány túl sok forward következtében. Jó, de hogyha nem akarunk külső szolgáltatót, akkor mindenképpen saját infrastruktúrát kell kiépítenünk, ahogy a levelezést üzemeltetni tudjuk. Ez általában azt is jelenti, hogy nem csak a levelezési infrastruktúrát kell kiépíteni, hanem a DNS szervereket is hozzá saját módon kell menedzselni, mert látni fogjuk, hogy a kettő kéz a kézben jár. A kettőt külön is lehet csinálni, de sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb, lassúbb, nehézkesebb, és általában csak problémákat vet fel, amiket nehéz megoldani. Nem technikai, hanem szervezés szempontjából nehéz megoldani. Oké, DNS. A DNS elvileg egy nagyon egyszerű valami, semmi másra nem szolgált régebben, mint négy feloldás, aminek két fele van, forward és reverse, tehát odafele is föl kell oldanunk, hogy az adott név mögött milyen IP cím, IP-re IP cím van, vagy pedig adott IP-re IP cím, az milyen névre oldódik fel. Ezt a második felét, a reverse néha el szokták az emberek felejteni, aminek a levelezésnél néha súlyos következményei vannak, mert azt szeretjük manapság, hogyha egy levelező szervernek a reverse feloldása is tökéletesen rendben van. Ha nincs rendben, akkor az által legalább egy mínuszpont, vagy valamilyen pont a pontozásnál, hogy onnan a leveleket mennyire szeretjük, vagy nem szeretjük elfogadni. A DNS az UDP transport protokollt használ,
amely roppant helyes és jó döntés volt annál, amikor a protokollt tervezték, mert ez hatékony, kis csomagokat használ, nem terheli a TCP-nek a nagyon bonyolult fölépítés és lebontása, tehát pont arra valami a DNS egy gyors kérdésre, egy gyors válasz. Ráadásul remekül lehet használni, mert Anycast-ra is, tehát sok mindenre, ami a DNS redundanciát, tartalékosságát remekül támogatja. Ha kicsit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a DNS igazából az első igazán klasszikus és gyönyörűen működő hierarchikus elosztott és adatbázis adatbázis rendszer. Ez egy adatbázis igazából, ami redundáns, és elosztott, és hierarchikus, és működik, csodálatosan működik. És ősöreg, őskövület, tehát a leges-legelső protokollok egyike volt, amit megterveztek, és azóta nagyon sok változás benne igazából a protokoll szinten nem volt. Semmi, zérus, nil. Néhány új DNS-típus, adattípus fölkerült, de maga a protokoll gyakorlatilag semmit nem váltott az elmúlt 30-valahány év alatt. Persze vannak problémái, lehet hamisítást elkövetni, és azzal szeretném, hogyha mindenki jól látna, hogyha a DNS-ben bármifajta hamisítás történik, akkor azzal az adott site, hely biztonsága úgy, ahogy van, sikerült teljesen megfojtani és megölni. Ha DNS nincs, vagy nem jól működik, akkor az internet sem működik. Ha DNS nincs, akkor hiába van internetkapcsolat, IP kapcsolat. Nem tudjuk az IP címeket fejből a saját szerverünkét, talán még tudjuk. IPv4-nél, IPv6-nál már hány nem tudják fejből a saját IP-vel szerverüknek a IPv6-os címét szerverüknek. Nem hiszem, hogy sok kéz a levegőben. Egy. Hát igen, hogyha jó. Én egy félig emelem fel a kezemet, teljesen nem merem én se felemelni. Hát kell a DNS ahhoz, hogy érjünk bárkit is. Másrészt a DNS mondja meg, hogy kit érünk el. Tehát, hogyha egy név, egy másik címé oldódik fel, akkor bizony a mi gépünk ahhoz fog kapcsolódni, vigan és boldogan. Ami nyilván lehet egy rossz indulatú hamisítás, de lehet, hát nem is tudom, hogy jó indulatú vagy technikai hamisítás a DNS view segítsége, amit egy más képet mondunk kifele és befele, hogy adott név, melyik IP cím oldódik föl, mondjuk mert mondjuk NAT mögött vagyunk, vagy más hasonlók miatt, és azt szeretnénk, hogy másik IP címet adjunk vissza egy névre kívül, mint belül. Sokkal kell lehet, de ezt maga a rendszer támogatja, tehát Vue segítségével teljesen más tud mondani a külvilágnak, DNS szempontból, mint befelé például. Vagy adott halmaz felé már, adott ilyen halmaz felé más tudunk mondani. Nyilván nagyon sok lépés történt a hamisításoknak a megjelenés érdekében a DNS security segítségével. A .hu az támogatja a DNS-eket, tehát ha valaki akar DNS-eket bevezetni a saját doményére, akkor megteheti. Legfelső szintről lefele, végig minden ponton a DNS-ek lánc az teljes a .hu alatt is. A második szintig egészen biztosan. Levélkézesítés. Ezt ez nyilván az MTA, a Mail Transport Agentnek a dolga, ami a régi klasszikus SMTP Simple Mail Transport protokollt használja levélkézesítésre, továbbításra. Az SMTP egy baromi egyszerű protokoll, store and forward alapú, minden egyes mail gateway-nek, MTA-nak el kell tárolni a levelet, mert továbbítja a következő hop, vagy netán egy inbox, mailbox felé. Magyarán, amikor azt mondja egy másik kliensnek, hogy a levelet elfogadtam, akkor azt jelenti, hogy ő elmentette egy Q5-ba legalább, a végén volt egy sikeres mentés, a levélnek a kétbesítése után az ő feladata és az ő felelőssége. A levél ergo nem veszhetne el. Persze sokat tettünk, hogy ez ne legyen teljesen igaz, hiszen a spamok miatt nagyon egyszerűen és közönségesen dobunk el leveleket, mindenfajta kétbesítés és értesítés nélkül a levél elveszett valahol. Aki levelezéssel foglalkozik, nagyon fontos, és nyilván nagyon tudjátok, hogy van envelope és van e-mail fejléc, és a kettő egymástól totálisan független, és egymásnak igazából semmi közük nincsen. Az envelope ugye az a SMTP protokollban használt mail from és receive to parancsoknak az argumentum vagy értéke, ami igazából megszabja azt, hogy hova fog a levél kérdesítődni, amikor kérdesítésre kerül, vagy hova kerül vissza a hibaüzenet, hogyha netán volt egy SMTP szintű hiba. Míg az e-mail fejléc, az a fejlécben lévő from, kettős pont, meg to, kettős pont fejléceknek az értéke, ami már csak akkor kell, amikor a kliens a levelet elolvassa és akar rá válaszolni, akkor itt dől el, hogy melyik e-mail címre fog majd válaszolni, ha nincsen reply to, vagy más hasonló fejléc, amit ezt felül tudja bírálni. A kettő között, hogy itt mi van a mail from-ban, vagy a e-mail fejléc from, kettős pont mezejében lévő e-mail cím, az egymással semmifajta relációs kapcsolatban nincsen, nem kell, hogy legyen.
a kettő egymástól totálisan független, semmi okságnak sem kell lenni közöttük. Nyilván általában a kettő megegyezik, de ez általában nem mindig kell, hogy megegyezzék. Például a forward azért működik, mert a kettőnek nem kell megegyeznie. A levelezési listák azért működnek, mert a kettőnek nem kell megegyeznie. Alapinfrastruktúrás elemek azért működnek, mert ez a kettő egymással nem függ össze. Pont ezért nehéz a spamokat és hamisítást megszüntetni, mert ha ezeket meg akarjuk szüntetni komolyan, akkor általában az ára ennek az, hogy valamit el akarunk dobni. Például eldobjuk a forwardot, hogyha SPF-ről van szó. Jó, lenyeljük a BK-t, nincs forward. Na de az a forward az nem mindig nálam dől el, hogy ki hova forward dől el, hanem való másodt a világban. Tehát van egy rendszerünk, ami igazából nagyon-nagyon hatékony, nagyon jól redundáns, hibatűrő, és nagyon-nagyon jól működik, mint protokoll, de a technika maga sok lehetőséget ad és nyújt, amivel remekül vissza is lehet élni. Kézesítés. Amikor van egy e-mail címterem, ami igazából kukac utáni rész, ami következik, akkor a kukac utáni résznek a DNS-beli adatai döntik el, hogy hova fog a levél majd kézbesítődni, ami elsősorban mindig az MX rekordon múlik. Tehát amikor egy MTA egy levelet akar kézbesíteni, akkor megnézi sorban, hogy van-e MX rekord erre a névtérre. Ha nincs MX rekord, akkor van-e A vagy IP-vatos A rekord, és oda fogja a levelet továbbítani. Az MX rekordnak a DNS-ben a formátum olyan, hogy két részből áll, egy fully qualified domain név és egy prioritás, egy szám érték, ami fogalmazunk úgy, hogy távolság. Minden nagyobb a szám, azt jelenti, hogy annál távolabb van az a MX szerver, és annál kisebb valószínűsége fogok majd hozzá fordulni. Amíg van egy nagyobb, közelebb lévő, és az elérem, akkor le fogok mindig kommunikálni a távolabbból, csak akkor, hogyha a közelebbieket nem érem el. Nagyon fontos, hogy ez a FQDN, ami itt van az MX rekordban, ez nem mutathat CNAME rekordra. Ez a szabványnak a része, hogyha a CNAME-re mutat, akkor a MTA-nak nem dolga a levélkérdésítéssel foglalkozni. Egy protocol violation, neki akkor nem kell tenni, ahogy tetszik semmi. Mutatja azt, hogy ez egy nem kérdésített levél, sorry. Az ott egy CNAME. Az MX az mindig felülbírálja az A és A rekordokat, és nyilván azért, mert van MX rekordunk, bocsánat a mikrofon billogésért, ezt teszi lehetővé azt, hogy például a levelezést és a web elérést azt szét tudjuk választani. Noha ugyanaz a domain változó van ott, a kukasznak a jobb oldalán, az MX-el és az A-rekordokat meg tudjuk tenni, hogy máshol megy a levél, és máshol megy a webkérés, a webfeloldás. MX prioritás, de ott számok vannak a távolságban, ez a szám nyilván lehet ugyanaz, hogyha akarom. Azonos értékű a MX-nek a prioritása, akkor a DNS round robin alapján dönti, hogy melyik lesz az első, amit majd a mail szerverünk majd próbálkozhat a levélkérdésítéssel. Itt van egy finom játék lehetőség, hogy mit akarunk, hogy ki akarja a round robint játszani. A DNS akarja játszani, akkor, hogyha több MX rekordunk van azonos súllyal, vagy azt akarja, hogy az SMTP játssza a round robint úgy, hogy egy MX rekordunk van, de az feloldódik több különböző A és A rekordra. Nálunk egy MX rekordban, jó, kettő van két különböző súllyal, az SMTP-n KFK-ig, az feloldódik igazából nem 4, hanem 6 darab IP címre, 3 darab IPv4 és 3 darab IPv6-ra, ami 3 darab mail gateway-t jelent, ami teljesen egyforma, redundáns, egymást tökéletesen kiváltják és helyettesítik. És van egy távoli MX rekordunk, egy sokkal kisebb, vagy már egy nagyobb súlyal, amit államit jelent, ami az elvileg csak akkor fordulhat bárki, hogyha ezen közül a 6, itt a néven csak 4 szereplő IPC-n közül egy sem érhető el. Csak akkor fordulhatna hozzá az SMTP MX KFK-hoz, ami annyival közül itt a nullák helyett egyes áll, meg itt a 25-es, meg 25-es, hogy egyes áll, annyival különbözik IPC-n feladás szempontjából. Igen, ez majd némi játékra ad lehetőséget. Oké, a végeredmény mindig az, hogy mert rendben van MX rekordon, de MX rekordot mutat egy FQDN-re, ami feloldódik A vagy A rekordokra, és akkor el kell dönteni a levelező szervernek, hogy hova kérdésítja a levelet, hogy azonos súlyú A és A rekordokról van szó, IPv4-re vagy IPv6-ra. Kinek van IPv6-ja?
ahol ő dolgozik, él. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nem sok. Nem sok. Hát mondjuk a teremnek a szerintem negyedesem, ami elég kicsi szám, ahhoz képest, hogy IP-önyes címek azok már elfogytak Európában, talán már csak afrikai zónában van szabad IP-önyes cím, és sehol másút. Jó, még a lokál egyesítmény még van bespájzolt, de egyébként már mind Európa ott elfogyott az IP-önyes cím már legalább 2 éve szerintem, nincs több, úgyhogy már csak IP-ot lehet használni, majd új helyekre, vagy NAT. Kinek állított át a szolgáltatói otthon a eddigi publikus IPv4-es címét privát NAT-oltra. Mintha több kéz lenne, mint IPv6-nál, vagy kb. Legalább annyi. Igen, látjuk a hatását annak, hogy IPv4-es címek elfogytak. Jó, de el kell dönteni először ennek, hogy hova akarja levet tudósítani, hogyha azonos súlyú IPv4-es IP-adatrekordok jutottunk. A 2.85 POSTX-nél a default az volt, hogy bizony IPv6-tal próbálkozott. És nem volt fallback az IPv4-re. Tehát ha valamiért az IPv6-os kapcsolat a két site között, mert ő azt mondta, hogy van IPv6-ja, nekem is van IPv6-om, majd mi egymással IPv6-on fogunk kommunikálni. De valahol volt közbűső egy pont, ahol megszakadt az IPv6-os lánc, és nem értem el, akkor elérkezésnek nem ment, nem váltott vissza IPv4-re a POSTX. Ezt meg lehetett persze, kellett kerülni a POSTX-tól remekül, volt lehet beletenni transportmapet, ahol meg tudtam mondani azt, hogy bizonyos szájtok felállunk, a freenet.dn-re ez derült ki, hogy igen, a freenet.df-re a levél, akkor menjen csak IPv4-en, és akkor tudom én, 1, 2, 3 bejegyzéssel ezt meg lehetett oldani. 2.8 és a fölött sokkal jobb a helyzet, mert van rá külön egy ilyen SMTP Address Preferences érték, aminek a defaultja az any, ami azt jelenti, hogy ha van IPv4 és IPv6, akkor mindegyikkel próbálkozni fog majd. Tehát van fallback IPv6-tól IPv4-re. És nem kell ilyen egyedi bejátszásokkal szórakozni, hogyha netán valaki felé az IPv6 nem működik jól. Jó. Oké, a levelet kiegészítettük, és boldogok vagyunk, mert a levelet valaki megkapta, és majd ő feldolgozza, és majd webserveren ezt elolvassa. De hát nem csak rendes levelek vannak, hanem nagyon sok spam, meg kéretlen levél. És nézzük meg azt, hogy DNS alapon csak mit tudunk tenni ezen leveleknek a megszűrésére, a számoknak, a tömegüknek a csökkentésére. És egyáltalán a POSTX-ben a spam szűrésre milyen pontokon van lehetőség, ahol DNS-t tudunk használni. Felsoroltam a különböző szinteket vagy rétegeket, ahol a POSTX-ben tudunk spamot szűrni. Van egy PostScreen nevű leges-legelső, leglájtosabb, ugyanakkor nagyon hatékony belépő szűrési lehetőség. Ez az a pont, amikor még a kliens csak velünk kommunikált, és még igazából SMTP protokoll kommunikáció nem történt. A hello szintig jutottunk el kb. És tovább nem. Tudunk végezni SMTP szinten szűréseket. Mondhatjuk azt, hogy oké, nekem nem elég a POSTX beéltett lehetőségei, csináljunk policy démont, vagy tegyünk fel azt, delegáljuk afelé is a szűrést. Használtunk Miltra alkalmazásokat, ami a SendMail felől bejött lehetőség. Csináltunk headeres body ellenőrzést, ami igazából nem DNS alapú, mert az tartalom, tehát mi van benne, milyen stringek, milyen meccselni tudunk. És aztán lehet külső tartalom szűrő, mondjuk a MavisD New, a Soy Assassin, amiket be tudunk tenni egy hosszú láncba, vagy akár Miltra alkalmazások, és akkor egészen mély szintű alkalmazásokat tudunk felépíteni spam szűrés szerint. Ezek nagyjából a erőforrás igényt is jelentik, és azt, hogy milyen drága, milyen sokba kerül az adott szűrés. A leglightweightebb és a legnehezebb, a legenergiaigényesebb és a legtöbbe kerülő, mint erőforrás. Akár CPU, akár diszk. DNS szűrés szempontjából azt kell, hogy lássuk, hogy nagyon-nagyon minimális az, ami információ rendelkezésünkre áll. Igazából kettőt tudunk használni, egyrészt a kliensnek az IP címét, amivel kommunikál felénk. És nyilván, miután ebből következik, hogy azt feloldódik a DNS-ben egy reverse tárdából egy névre, ha feloldódik egy névre, annak netán mi a name servere, vagy az a névnek nagyjából ezek. Az end of from-nál, a domain részből szintén a doménnek az van-e rá mondjuk MX record, mi az MX record, mi a name server.
oda-vissza IP címfeloldások rendben vannak-e? Nagyjából ezek, sokkal több nincsen. Mivel szűrésnél kezdtünk, ezért emlékeztetnék erre a pontra, hogy nálunk két darab, két különböző súlyú MX-rekord van, egy 5-ös és 25-ös súlyú. És ez azt lehet eljátszani, hogy mivel a backup MX ugyanarra a gépre mutat, mint a primary édes MX-rekord, ezért meg tudom tenni azt, hogy ha a backup MX-rekordra érkezik egy levél, akkor azt nem fogadom el, mert oda elvileg soha nem érkezhetnék semmilyen levél, mert a primary az mindig egy ugyanarra a gépről van szó. Ugyanazon gépnek, ugyanazon fizikai interfészéről van szó, ha az interfész halt meg, akkor mind a kettő IP cím meghalt, tehát azért nem kapcsolhat oda. Tehát a backup MX-re soha nem kapcsolhatna senki sem. Ha valaki mégis, akkor azt jelenti, hogy olyan spammerről van szó, aki abban bízik, hogy a backup MX-en gyengébb, vagy semmilyen spamszűrés nincs, azon keresztül fog számom levelet küldeni. Ezt a PostScript elmegül támogatja, be lehet állítani, gyönyörűen ezáltal spamokat, alapvető spamereket meg lehet fogni, és ki lehet tiltani. És a szép benne az, hogy ezáltal gyakorlatilag nincs fals pozitív, ez mindig csak spam. Itt nem tudok elveszíteni igazából értékes és fontos levelet. Igen, de az élet az nem teljesen szép és kerek. Van, aki mondjuk beregisztrál magának egy új domént, és a DNS nála van, és ez beállítja az új DNS az új doménjére, mint a DNS regisztrálás során, és elmegy a domain regcheck oldalra, ahol elvileg minden új doménnek ellenőrzését el kell végeznie, akkor ott azt fogja neki a domain regcheck kiírni, hogy sajnos ez a domain regisztráció nem jó, mert nem tudok minden MX-rekordra levelet küldeni. Beszéltem velük, és nem harandok átírni a CG-skriptjüket. Mert arról van szó, hogy a CG-skript ellenőrzést végzi, az nem tiszteli az MX-rekord súlyokat. Ő minden MX-rekordot ellenőriz súlytól függetlenül, és ezért nyilván próbálkozik a backup MX-el is, és ez miatt fönnakodott a levél. Bocsánat. Héten próbáltam. Mi mindig így van. Technikai oka is lehet annak, hogy az egyik MX-et nem lehet elérni. Közben van egy tűzfal is, ő csak a másodikat tudja. De ha a primary MX mindegyik elérhető, hogy legalább egy, akkor az nem is regisztráció. Két site között van egy szűrés, amivel egyik félnek sincs befolyása. Mondjuk az IP szolgáltatóm kiszűri a te primary MX-edet. És én csak a secondary-re szűrjet tudok küldeni. Ez teljesen legitim. Rendben van, de akkor én látnám azt, hogy igen, nem érhető el az én primary-m. És akkor azt én tudnám, ha a regisztráció kiír nekem azt, hogy oké, próbálkoztam a primary-kkel, és minden primary-nél failed volt, és az MX, a backup jutottam, és ott is megint failed, akkor el tudok gondolkodni, igen, hát hé, a primary-nek élni, és nem éri el, akkor gond van, valóban gond van a regisztráció. De nem az a helyzet, hanem azt látom, hogy végigpróbálja random az összeset, és az első backupnál megjel, hogy hát itt ezt nem érem el. Ezért nem jó a regisztrációd. Jó, persze ezt meg lehet oldani, tehetünk rá a PostScript access listába egy whitelistet, hogy csak a regcheck IP címről beengedjük a backupra is, hogy működjék. Igen, tudom, ki tudjuk a mi oldalunk is javítani, de azért kicsit bosszantó, mert ennek nem úgy kell szerintem működni. Én azt gondolom, hogy a regchecknek is tiszteletbe kéne vennie az MX-rekordoknak a súlyát. Egyébként sokkal szebben hibázott akkor, hogyha azt mondja, hogy végigpróbáltam összes primary-t, és mindegyik hibázott, akkor látnám, hogy valóban ott egy szép ellenőrzés van, hogy hogyan működik a MX-hoz eloldása és a működése. Jó. Spamszűrés. Tipikusan RBL és RHS-ben listákat szoktunk lekérdezni, ahol az RBL a real-time blacklist, és van annak egy whitelist változata is. Ahol aki benne van a whitelistben, akkor onnan megjelenhet, mert tudjam, hogy jó fiú. Vagy arra nagyon fontos kapcsolatom van. Ugye ezt meg tudtani RHS-ben, és ahol nem az IP címet nézzük meg a adott DNS fal alatt, hanem a kukac utáni résznek a feloldását. Ebből is van blacklist és whitelist variáció. Az IP cím feloldásra, hogy a lekérdezésnél az A és A rekordot egyaránt lekérdezzük, és a lekérdezés mindig igazából egy TXT rekord lekérdezést az RBL vagy RHS-ben listában. Tehát ahhoz, hogy az RBL működjék, ahhoz semmi más nem kell, mint az RBL hostoló szájton TXT rekordokat elhelyezni az a DNS táblájukban, a megfelelő ágban, és aztán betenni azokat az IP címeket, vagy DNS neveket, amikről valakik, a közösségben azt mondta, hogy ők spammer szájtok,
Spammer hoztok, és aztán lekérdezve tudjuk, hogy igen erre a közösség azt mondta, hogy Spammer, akkor tudjuk, nem engedjük bele, vagy netán magasabb súlyt adunk neki, hogy ő valószínűleg spamot küld, és nem pedig valós levelet. Az RHSB-nél ott a kliens host névre lehet lekérdezni, és lehet végezni, hogy használódik a DNS-ben, nyilván nem oddik fel, akkor nem tudjuk, akkor netán az Unknown-ra tudunk rekérdezni, de lehet az ELO névre is, vagy a feladó címzett domén része is, hogyha akar, megtehetjük, azt is tudjuk lekérdezni. Megtehetjük ezt a PostScreen-ből, megtehetjük az SMTPD szerver szűréseiből, vagy akár Policy Daemon-ból. Azért, aki RBL-eket vagy RHSB-eket használ, annak azt gondolom, hogy kötelessége követnie azt, hogy azok a listák, amiket ő használ, azoknak milyen adminisztratív levelek vannak időről időre. Mert időről időre előfordul az, hogy egy RBL, RHSBL szájtoló host úgy dönt, hogy ezt tovább nem csinálja, és megszünteti az RBL listáját, és tipikusan azt szokták csinálni ilyenkor, akkor azt állítják be, hogy wildcard DNS bejegyzéssel mindenkire azt mondják, hogy benn van az RBL-ben. Mert már sem tudják rákényszeríteni a partnereket, hogy feledkeznek meg róla, hogy nem fogadják ezt tovább, befejezték. Ekkor az, hogy valamiért nem tud fordni se levet sehonnan, se, mert minden azt mondja a rendszerem, hogy RBL-ben van benned, azért van, mert az RBL site azt mondta, hogy nem tovább, nem csinálja tovább. Besütött a szolgáltatását, ezt általában kommunikálják jóval korábban levlistákon, kihirdetik, hogy majd ekkor és ekkortól kezdve megszűnünk létezni. Ha valaki ezt nem követi nyomon, akkor ilyenbe bele futhat, hogy hát nem figyelt oda, nem vettek időbe az RBL-t az ő saját listáiból, lekérdéséből, és ez miatt a levelezés egy ideig, hogy úgy mondjam, elég rossz állapotba kerül. Azt is tudnunk kell, hogy egy RBL üzemeltetése nem egy kis feladat, tehát ez egy elég nagy kihívást tud lenni, főleg akkor, hogyha netán az RBL üzemeltetője nagy, komoly, erős, potenciállal rendelkező spammer szájtoknak a kisfiára lép rá. Elég komoly, volt már precedens több komoly DOSZ támadás RBL szájtok ellen, és volt olyan RBL szájt, ami ezt miatt dobta be törölközőt. Azt mondta, hogy hát nem. Több erőforrást nem tudok beletolni, fel kell adnom és megszűnök létezni. Mutatok egy példát PostScreen-nel, hogyan lehet ilyen DNS-béleket használni. Be tudok állítani a threshold értéket, hogyha 3 fölé érkezett a pontszám, akkor ez biztos spam és nem engedem be. Vagy hogyha -1 vagy az alá csökken, akkor tuti beengedem, mert akkor nem spam. És akkor felsorolok egy csomó szájtot, hogyha zenben van benne, akkor 3-szoros szorzóval szerepelt, akkor nek az értéke már 3, akkor már kapárba a thresholdot elérnél, mert nagyon jó szájt és jól tudom kérdezni. Náluk mondjuk 2-es pluszfaktort kap, ezek gyemgérbek, ezek mondjuk 1-est kapnak. Ha whitelistben van benne, akkor kapárból a -1 alatt vagyok jóval, tehát mindig beengedem onnan. De lehet finomítani is a legkérdés, hogyha a TXT rekordnak a visszaadott értéke adott mintát követ, akkor különböző súlyt tudok hozzáadni. Hiszen a TXT rekord nem csak azt adja vissza, hogy igen, benne van, hanem tipikusan visszaadott különböző érték minták, hanem tipikusan 127.001.2.3.4.5.6.7 értékek szoktak lenni, és az RBL site által meg is mondja, ezek az értékek mit jelentenek. Milyen típusú spammer az, akinél ez az értéket kapod vissza. Tehát tudom finomítani azt, hogy oké, ezt az RBL-t akarom használni, de talán nem az egészet belőlük, hanem csak ezt a részhalmazt. Mondjuk csak a dinamikus szolgáltatóknál lévő helyeket, ahonnan spam jött. Mondjuk DIN-DNS miatt, vagy más hasonló. Ezt nagyon finoman tudom szabályozni, és nagyon finoman tudom hangolni. Csak az egészben egy egész komplex algoritmus kép tud kialakulni, hogy mi az, ami nálam bejött abból a szempontból, hogy a legjobb hatékonysággal, a hatékonyságot mind a két felét értem, hogy a legkevesebb fals pozitívval és fals negatívval a levelezésemet meg tudja védeni a spamok állatával szemben. Oké, levél hitelesítés. Ugye az első, amikor szóba került a Sender Policy Framework, ami tulajdonképpen egy nagyon jó ötlet lenne, ha nem néznénk az e-mail rendszer teljes egészét. Ez egy SMTP szintű szűrés, tehát ez miatt egészen jó hatékonyságú energiahasználat szempontjából, erőforrásigény szempontjából. SMTP szinten a mailflow is hello adatokat lekérdezve, vagy megkapom, és a klienstől megkapom,
és egy TXT rekord lekérdezésével, és az SPF rekord egy szintén egy TXT rekord DNS-ben, le tudom kérni a DNS-ből azt, hogy ez a site, ez engedélyezette ezen e-mail címtérből levélküldésre vagy sem. Jöhet-e innen ilyen feladóval e-mail cím, vagy nem jöhet? Nagyon egyszerű, nagyon frappáns, ötletes, jó, de. Mindig van de, és mindig van ára mindennek szinte. Semmi sincs ingyen, nincs ingyeneméd. Ez az a baj, hogy nem kompatibilis a mail forwarderekkel. A mail forwarderekkel az a baj, hogy az nem nálam van, hanem bárhol lehet a világban. Bárhol, bárki, mint címzet, beállíthat egy forwardot, hogy ez a levél igazán ne ide érkezzék, hanem egy teljesen másik szájtra. És a normál forwarder úgy működik, hogy valaki feladja a levelet, hogy jön a Alice példától, egy Bobnak, eljut egy forwarderhez, és azt mondja, hogy igen, az Alice küld a levelet még mindig, mondjuk, de ne a Bobnak menjen, hanem a Charlie-nak menjen egy teljesen másik szájtra. Miért jó ezt? Lássuk, hogy a forwarder e-mail cím hamisítást követ el SMTP szinten, mert behamisítja az Alice-nek az e-mail címét, mint feladót. Itt a from 2-es pont igazából szintaktikailag hibás, mert ez nem e-mail feljegyzés, hanem envelope-ban lévő fromról van szó. E-mail cím hamisítást követ el a forwarder minden egyes forwardolásnál. Behamisítja másnak a feladói e-mail címét SMTP szinten. Ez miért jó? Ez azért jó, mert hogyha elmegy a levél a destinationnek, az Alice-nak végképp a végső helyre, de ott bármi gondban, hiba van, mondjuk betelt a inboxnak a kvótája, vagy más hasonló hiba lépett föl, akkor onnan mi fog visszamenni a feladónak? Egy SMTP hibaüzenet e-mail, levél. És kinek küldi ezt a levelet az SMTP szerver, az itt lévő SMTP szerver? Hát a fromnak, a envelope fromnak. És nyilván az a jó, hogyha az envelope fromként az Alice-nek küldi ide-vissza, aki a kezdő feladó volt. Mert hogyha remailerről van szó, mint amit sokan mondják az SMTP, hogy igen, akkor ne használjunk fel, legyen remailer. Nagyszerű, legyen remailer. Remailer mi történik? A remailer a from címet áttírja az itteni lokális valamilyen e-mail címmel. És akkor a destinationről a hibaüzenet ide fog visszajönni. És ebben remek loop tud kialakulni, mert hogyha netán itt is van egy hibaüzenet probléma, akkor elől is visszamegy egy hibaüzenet ide, és akkor a kettő között megy egy jó kis loop, amíg a loop meg a SMTP-ben nem szünteti. De az igazi feladó soha nem tudja meg, hogy az ő levelét a remailer nem tudta képesíteni. Soha, semmilyen módon erről nem fog tudomást szerezni. Nem jó ötlet a remailer, és egyszerűen a forwardolást, az SPF ez miatt eltöri. Tudom, használjuk SRS-t, és akkor SRS-sel majd megoldjuk. Az SRS megint nem nálunk van, az SRS szintén itt kéne a remailer-nél megoldani. Mindenkinek a világban meg kéne oldani, hogy nekem működjék majd, mert én SPF-et használom. Nagyon jó az egész ötlet, nagyon klassz, zseniális, de vérzik. Tehát vannak benne súlyos problémák, amikkel valaki vagy együtt él, és azt mondja, ez nekem nem probléma, lenyelem a békát. Bízom benne, hogy a címzetjeim, nem én, a címzetjeim sehol a világban nem használnak forwardot. Ki meri ezt jelenteni, hogy a címzetjei, az összes mostani és jövőbeni potenciális címzetje sehol a világban nem használ forwardot. Ha ezt ki meri jelenteni, akkor nyugodtan használ az SPF-et. Ha ezt nem tudod jelenteni, akkor a potenciális esélye megvan annak, hogy leveleid vesznek el úgy, hogy erről te nem is fogsz értesülni. És ha jön neked a kollégád azzal, hogy levelet küldtem oda, és ők nem kapták meg, és te azt mondod, hát én elküldtem, a mail logom ott van, sikeres küldés, én nem tudom, miért nem kaptam meg. Semmilyen nyomod nem lesz, semmilyen rekordod, logban, sehol, semmi, hogy miért nem, miért tűnt el. Pedig zseniális. Egyébként terjed, mert nagyon sokan használják, kicsit sokat nyomják is, hogy az emberek használják SPF-et, de lássuk azt, hogy ennek van ára és van kockázata. A másik variáció nyilván a domain case, ami drágább, erőforrásban drágább, energiaigényesebb. Azért, mert ez e-mail szinten történik, egy digitálisan aláírt feljegyzet teszünk hozzá az e-mail feljegyzhez, ahol aláírjuk mind a fejlésznek a bizonyos elemeit, meg aláírjuk a body-t is. Mind a kettőn adja egy hashünk, hogy ez így küldtük el a levelet, és hogyha ez a hash ez megsérült, vagy nincs meg ott a célpontnál, akkor meg tudja nézni a célpont, hogy ez vajon egy jogos levél volt-e sem. Itt is TXT rekordokkal játszunk a DNS-ben, hogy igen, én használok DK-imet, nekem ez a kulcsom,
te fogadó fél, aki kaptál tőlem levelet, nézd meg, az DNS-ben, hogy nekem van DKIM-em, ellenőrizd, ha nincsen, akkor egy hamisítvány, vagy hogyha nem jó az ajánlás, akkor is hamisítvány, és aztán döntsd el, vagy én megmondom, hogy te mit tenni a levéllel, dobd el, ne dobd el, vagy más hasonlót végez vele. Nagyon jó, mert van benne kulcsotlási lehetőség, hogyha netán a kulcsom, azt gondolom, hogy már túl régi, öreg, kompromittálódott, tudom lecserélni, van benne tesztmód, de, itt is van persze, de, nem kompatibilis egy-két dologgal megint csak, mondjuk ugye a levlistákkal. A levlistákkal mi a baj? A levlistákkal az a baj, a levelési listák tipikusan beszoktak szúrni egy levlista teget a subjectbe, amivel már is módosítják a fejlécet, ez miatt a hash már is megsérült, és a DKIM ajánlás nem lesz érvényes. A másik, amit a levlisták csinálnak, hogy néha betesznek footert vagy headert a levél bodyba, amit a levél body hash is megsérül, és ez a cél azt mondja, hogy hát ez a hash ez sérült, és ez miatt eldobhatja a levelet, mert a DKIM aláírás nem igaz. A másik, amivel nem kompatibilis, az webshopok és rendszerek egy része. Remélem, itt nem ül senki olyan, aki ezért felelős, mert ha van ilyen, akkor menjünk és majd beszéljük meg ott kint a előtérben. Egyszerűen nem értem, emberek, nem értem, hogy egy webshopon mondjuk egy ilyen, nem mondom melyik, kertészeti magyarországi webshop, ahol a kollégám virágot akart vásárolni, ilyen tuját, vagy mi, a túrót. És ott regisztrál, hogy ő akar vásárolni, és a e-mailt az a webshop úgy küldi el, hogy a feladóként ő van benn, mint feladó, aki regisztrált oda, értitek? Tehát a feladó és a címzet ugyanaz. Valaki mondja meg, hogy ennek mi értelme van, mi a teteje, mi a logikája, mert én nem fogom föl. És nálunk DK-im van, és akkor nem jött bele, mert sorry, hát most ne hámad, de be van itt a feladó e-mail címát, hogy bőjön ebbe? Van jogosítsága? Reméklenek benne, hogy az MTA-ban az összes saját doménes e-mail címet várják. Igen, az kivételre van, tényleg, hogy bejön. Jó, oké, értem. Nem értem akkor sem, nem. De hamarabb elérzik. Jó, értem a logikát, de hogy teteje nincs, az tuti biztos. Szóval igen, ezekkel például fönnakad, és akkor nem jön be a levél, hogy most igen, te vettél 3 darab tuját, és fizess ennyit, és küldjük neked, és a DHL szállítja 2 nap múlva, és legyél ott. Nem írtam, de van más is, akivel ez nem kompatibilis sajnos. Vissza kell kanyarodjak a egyik első szájdamra, Gmail. A Gmail roppant nagy játékosnak tekinti magát a piacon. Tehát a Gmail például, hogyha a Gmailben, Google Books-ban valaki levelet küld DKIM ajánlással, a Google Books azt a DKIM ajánlást úgy, ahogy van, kitörli, mint a pinty, és berakja a saját DKIM ajánlását, mint Google Books. Anélkül, hogy a feladót viszont átírnál. Tehát nincs rewrite, de a ajánlást törli, mint a pinty. Csak megjegyzem, hogy akinek gondja van a Gmail-lel, vagy a Google-lal, az nyugodtan ír a levelet a Postmasternek, mert ennek ellenére nagyon rendes fickók, tehát teljesen korrektül válaszolnak, a postmaster@gmail.com e-mail cím az él, működik, valós ember van mögötte, humán, átlagban 24 órán belül válaszol, és teljesen értelmes szakmai választ ad. Nyilván azzal figyelme véve, hogy neki a Gmailnek az érdekeit azért védeni kell, azt, ha az a figyelme véve, teljesen jól lehet velük kommunikálni szakmailag. A DKIM-en lehetne javítani ebből a szempontból, tehát meg lehetne mondani neki azt, hogy mondjuk az ember nem írja el a subjectet, mert nem akar foglalkozni mondjuk a reply attack-ekkel. Igazából azért van a subject aláírva, a reply attack-et ki lehessen védeni. Ha nem foglalkozom azzal, akkor azt ki lehetne venni az aláírandók közül, a body-t ki lehetne igazából venni, és akkor meg lehetne csak a fejlécet írom alá, csak a from-ot, meg a receive sorokat, és minden másosról sort. Tehát remekül lehetne ezt hangolni. Ennek ellenére mégis néhány ilyen helyek, mint levlisták, érdekes, mert egy-két helyen teljesen abszurd beállítások vannak, vagy webshop az egész meg tud bukni és sérülni tud. Oké, volt SPF és DKIM, ez kiegészül egy másik rendszer a DMARC-kal, ami megint csak egy TXT record a DNS-ben, ahol meg tudjuk mondani azt, hogy a fogadó fél felé, aki levelet tőlünk kapja, vagy azt hiszi, hogy tőlünk kapja levelet, meg tudjuk mondani a DNS-ben, hogy igen, mi használunk SPF-et, vagy igen, mi használunk DKIM-et, vagy mind a kettőt, és ha kapsz egy olyan levelet, ami nem felel meg az SPF-nek és vagy a DKIM-nek, akkor mit tegyél vele? Mondjuk riportolt felém,
vagy tedd karanténba, és majd eldöntöd, hogy mi történjék vele, vagy ejected, vagy bármi más, ez a nagyjából a három lehetőség van benne, vagy ne tegyél semmit sem. Van benne lehetőség adni egy feedback e-mail címet, ahol a fogadó szájt tipikusan naponta egy összesítést küld, hogy ő milyen olyan leveleket kapott, ami elhasalt az SPF-en vagy a DKM-en. Gyönyörűen működik ez, csomó szájt nagyon szépen küldi, naponta jön a feedback e-mail címmel report, egy XML file, van hozzá egy script, föl lehet dolgozni, meg lehet jeleníteni, és lehet látni, hogy igen, ide meg ide ment, elindul a hamisított e-mail tőlünk, mint feladó, és ott szépen valamit csináltak, hogy eldobták. Aki nagy tömegű e-maileket küldözget bármi okból a Google Gmail társai felé, az nézze meg ezt a szájtot, oldalt, ahol a Google szépen leírja, hogy milyen kötelményeket tesz a nagy tömegű e-mail küldők felé, ahhoz, hogy az ő levelei a Gmail akantokra megérkezzék. Azt érdemes elolvasni, és érdemes abból tanulni. Jó, oké. TLS és Dane. A leveleket lehetne küldeni ugye TLS fölött egy másik szájt felé. Ami nagyszerű dolog, mert akkor meg tudjuk tenni azt, hogy a levelet elvileg közbülső fél nem hallgathatja le, bár mondjuk storage forward van, tehát minden közbülső szájt az a clear text levelet látja, tehát ez csak a kétbesítésre igaz. A gond csak az, hogy az egész CA rendszer úgy, ahogy van, szerintem ezer sebből vérzik. A CA rendszer, a Certificate Authority az úgy, ahogy van, szerintem homokvárra épült valami. Tehát jó sok példát látunk a múltból, DigiNotar, Gemnet, Komodo, a legfrissebb a Symantec, ahol CA, Authority olyannak adott ki aláírást, akire ő nem volt jogosult. Legutóbb például a Google lett mérges a Symantecre, mert a Symantec kiadott egy gmail.com digitális aláírást valakinek csak úgy. Véletlenül adtak ki egy ilyen tanúsítványt. Egy valami rosszindulatú munkatárs volt, és kirúgták, véletlen volt. Előfordulnak véletlenek, hát most. Véletlenül pont a gmail.com-nak adtak ki egy tanúsítványt. Azt látnunk kell, hogy túl sok top level CIA van. Tegnap megnéztem, az én Debian Jesse-ben 95 különböző CIA van beregisztrálva, amit a Debian Jesse elfogad, mint CIA-t. És ennek a 95 CIA-nak 169 különböző CIA kulcsával fogadta el bármely digitális aláírás, hogy ez valós, igaz. És technikailag ez a 95 CIA, a 169 CIA kulcsával bármikor, bárkit aláírhat. Bárkit. A CIA hírjövőből szempontból semmifajta megkötést rájuk nem ad, hogy őt kitírhatnak alá. Az egy fogadalom, hogy én nem fogok másnak. Meg akinek én aláírok, azt én tanúsítom, hogy tényleg ő, aki magára mondja, hogy ő. Lehetettem már nagy esküt. Higgyétek el nekem. Igen, elhiszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorra buknak meg a CIA-k ez miatt. Nem tartják be a saját fogadalmukat. Miért nem? Hát mert nyilván ez egy roppant jó dolog, hogy valakinek nevében tudok egy kulcsot kiadni. És azt is lássuk, hogy igazából mi ezt naponta használjuk. Ennek van egy proxy tűzfala, ami HTTP-HTTPS képes, akkor a proxy tűzfal így működik, hogy a kliens felé kiad egy gyors tanúsítványt a célgép felé, kicsomagolja a HTTPS-t, és majd ő a clear textet feldolgozza és továbbítja a tényleges felé. A HTTPS proxy tűzfala így működnek, ez a napi működés. Tehát aki azt mondja, hogy igen, tök jó, hogy az összes website menjen HTTPS-el, há, igen. Az első proxy tűzfal, addig megy HTTPS, igen. A másik még ennél rosszabb, hogy igazából azt is lássátok, hogy nem csak a legfelső CA levelekkel van a gond, mert hogyha én kérek egy tanúsítványt, és olyan tanúsítványt kérek, ami CA szintű tanúsítvány, akkor én is bárkinek bármilyen tanúsítványt ki tudok bocsátani. És aki tőlem látja a kulcsokat, mondjuk egy proxy tűzfalat, el is hiszi, hogy az aláért fél. Tehát csak ennyi baj van a CIA rendszerrel, és helyette lehetne használni Danét, ami azt mondja, hogy kivételesen nem TXT rekordról, hanem bevettek egy új DNS rekordot, a TLSA rekordot, ami azt jelenti, hogy a DNS-be helyezek el tanúsítványokat,
Egy olyan DNS-ben az követelmény, hogy DNS-szekkel aláírt DNS-fa legyen. Tehát már az biztosít, egy másik teljesen független infrastruktúra biztosítja azt, hogy az a DNS-fa az valóban azt tartalmazza, amit állít magáról tartalmaz. DNS-szek alá van írva. És benne van egy kulcs, egy CA kulcs, amit meg tudom mondani, hogy milyen CA kulcs, hogy ez egy CA kulcs, vagy egy véghossznak a kulcsa. Te, aki ellenőrzöd, mire egyezzél, mire keresi egyezést a teljes celtre, vagy csak egy public key info részére, hogyan exactult, vagy az SH ellenőrzést végezzél rajta, és benne van maga a CA is. Tehát én meg tudom mondani egy CA nélkül, hogy ez a site, ez ezt a certificate-et használja. Ami akár ad abszurdum egy self-signed cert is lehet. Vagy egy saját, senki által nem regisztrált CA-m. Meg tudom tenni, és a DNS-ben tudom írni, és akkor a világ látja, hogy igen, ennek a site-nak ez a CA, ez a kulcs, ez a certifikátja, aki abban kommunikál fog velem. És ha nem találja, vagy nem azt látja, akkor tud mondani a kliens, hogy oppá, ez a site, ez teljesen más CA, ez a certifikáttal akar velem kommunikálni, és megmutatja a kapcsolat például. Mondjuk egy proxy tűzfalon. A Postix SMTP kliens támogatja, van rá valami szép opció, be lehet kapcsolni. SMTP-n kívül egyébként nyilván ez nem csak SMTP-re van leszünk itt, hanem mondjuk lehetne használni webre is. Firefox és Chrome az addonokkal támogatja. Sikeres lehetne az egész, csak valahogy mégsem akar annyira sikeres lenni, nem annyira terjedni, hogy kéne terjednie. Ennek nyilván két oka van, két nagyon nagy visszahúzó erő van. Egyrészt maga a CA piac. Hát vannak elég nagy játékosok, azt mondják, hogy most miért veszítsen el a piacomat, hogyha bárki magának adhatna egy tanúsítványt tetszőleges számban, bármikor, és beírja a saját DNS-ébe, akkor minek jön hozzám CA-t, vagy certifikátot venni, nem tudom hány forintért, közjegyzővel, akármivel alá, ingyom-mingyom eltart két napig, és akkor jön be alá, hogy tényleg te vagy te, mikor ő is mondhatja magáról, most akkor minek? Ez egy jó piac, most miért veszítsen el a saját piacomat? Az egyik, és a másik nyilván, hogyha ez az elterjed, akkor a proxy tűzfalaknak is nyilván komoly problémák lesznek, mert akkor a kliens látná azt, hogy egy teljesen hamis, nem hamis, teljesen másik celttel akarva kommunikál vele a site, amit ő elhisz magára, hogy mond magára, hogy ő majd onnan fog kommunikálni. Tehát vannak nagyon komoly erők az ellen, hogy a DANE az ne terjedjen olyan mértékben, hogy terjedhetne. Jó. Utolsó előtti slide, példa. Néhány, talán egy hónapja volt a Postix levlistán. Mi baj van ezzel a fejlécés levéllel? Van egy levél from-mal, tehát egy valódi e-mail fejléc a PayPal-ról, adott usernek, amiben azt kérik, hogy lépjen be a PayPal site-ra, és van, hogy csináljon. És akkor egy néhány pillanatig nem volt világos, hogy ez a levéllel mi baj van. Mi baj van vele? Ide csak beírtam azt, hogy jó, tehát itt valódi e-mail cím van, valódi, teljesen jól megszólított, úgy, ahogy kell, az aláírás is benne teljesen jó, hogy ő, te. Szép angolsággal írták, nem Google fordító, teljesen korrekt. Mi a baj vele? Aljas vagyok ám nagyon. Jó, egy, kettő, jó, semmi? Mert az nem paypal.com. Meg itt se paypal.com-ban. Az PayPal nagy i. A levistán kinézték az emberek a szemüket, hogy mi a bánatért nem fogta meg DKM, nem fogta meg SPF, és bejött a levél. Mert az nem paypal.com, az csak úgy néz ki, mint paypal.com. Valós példa. Látjátok a zsenőtársát a spammernek. Érdek, ezt kidolgozta, kitalálta, regisztrálta. A doménen van SPF és DKM, és működik. A website működik. Tehát végig itt találsz úgy, ahogy kell. Meglátta a piaci rést, meglátta, és alkalmazta. Szóval zseniális. És mi is ott ülnénk fölötte, és néznénk fel, hogy miért ez teljesen jó, hát miért nem fogta meg? És elkezdünk gondolkodni a saját rendszerünkben, hogy nem jól működik a DKM feloldás ellenőrzésünk, mi a bánatban, van, tegnap még jó volt, mindenki jó, csak a PayPal, biztos nem akar a hiba. És értenek ilyen apró kis vacakdalok, hogy az a font, az véletlenül, az a nagy i, úgy néz ki, mint a L. Ezt el lehet játszani a Google-on is egyébként, mert a Gmail-lel is, ott is L betű van. Tehát van még néhány piaci rés, ahol ezt lehetne használni, és nem tippet adtam senkinek sem, remélem. Már lehet, hogy elhasználni.
A lényeg az, hogy lássátok, hogy ez nem, megint nem technikai probléma. Tehát ezt jó, hogyha a PayPal gondolt volna és lefoglalta volna a domént, akkor kivéthette volna. De ilyen lehetőség még sok más, ami most nem tűnik fel nekünk. És ezek nem technikailag megoldható, előre megoldható problémák. Elnézést, technikai probléma, mert 7 bitesnek kéne lenni. Jó, oké, lehetne. Nem tudom. De azért ez inkább humán. Tehát a humán az... Úgyhogy a hülye humánok miért akarnak többet, mint 7 bit? Jó, meg lehetne ott IP címe, és akkor látnánk, hogy nem a PayPal IP címe, és akkor talán, ha tudnánk fejből a PayPal IP címe. Jó, de ez egy, látjátok, ez egy olyan probléma, amit nagyon nehéz technikailag kivédeni. A rendszerünk erre nem készülnek fel, és nem is készülhettek összesen a kivédésére. Úgyhogy a challenge az még mindig ott áll előttünk, hogy ettől védjük meg a felhasználóinkat. És ne kattintson arra a paypal.com-ra, és ne írja be a jelszavát, amit aztán nyilván regisztrálnak, és utána eladnak jó pénzért, vagy felhasználnak már rögtön 5 perc múlva. Oké, köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem mondani. E-mail volt és DNS, de kicsit elkalandoztunk itt más irányokba, és hogy lássuk azt, hogy sok minden összefügg sok mindennel, és az egészet kéne egységként kezelnünk és látnunk. Köszönöm szépen!